Négy hónappal ezelőtt a koronavírus járvány miatt drasztikusan csökkent a forgalom. Ekkor cserélték ki a kék táblákat sárgára, és alakítottak ki kerékpársávot a budapesti nagykörút egy szakaszán az egyik autós sáv helyén. Méghozzá egy 3 kilométeres szakaszon a Petőfi híd és a Nyugati pályaudvar között. Ezekből a sávokból a város második legnépszerűbb kerékpárútja lett, a Bemrakparti Bringaút után. Egy átlagos hétköznap több mint 5000-en tekertek itt, 6-szor annyian, mint áprilisban a kerékpáros klub szerint. A sávokat kialakító fővárosi vezetés már akkor azt ígérte, hogy nyár végén felülvizsgálják a döntésüket. Kompromisszumos javaslatot szeretnénk megfogalmazni. Ezt már Karácsony Gergely mondta. A döntés értelmében a kerékpársáv mindenhol megmarad a nagykörúton a Petőfi hídtól a Nyugati pályaudvarig, de két szakaszra osztják a körutat, attól függően, hogy hol mekkora az autóforgalom. A sokkal forgalmasabb szakaszon a Petőfi híd és a Blaha Lujza tér között újra kétszer két sávon közlekedhetnek majd az autók. Praktikusan a parkolósában alakítjuk ki a kerékpársávokat és visszaadjuk a kétszer kétsávos autóforgalmat egészen pontosan a Dohány utcáig, tehát egy kicsit tovább, mint a Blaha Lujza tér. Az azt követő szakaszon marad a kétszer egy sáv. Itt fizikailag nem lehet kialakítani a két sávot és a kerékpársávot együtt. A Blaha Lujza tér és a Nyugati pályaudvar között a kereszteződések előtt próbálnak majd rövid szakaszokon kétszer két sávos közlekedést kialakítani, és a lámpákat is újra hangolják, hogy gyorsabban haladhassanak az autósok. Még most a héten elindul ennek a kivitelezése, és szeptember folyamán remélhetőleg, hogy az időjárás kedves, akkor szeptember első felében ezek a változások, vagy legalábbis a zömük, az megtörténik, és az összes változás, amit most felvázoltunk, a szeptember hónapban befejezhető. A Fidesz szerint ez egyrészt csak részmegoldás, másrészt megkésett, hiszen holnap kezdődik a tanítás. Holnap hatalmas káoszra számíthatnak a budapesti közlekedők, ugyanis az a bejelentés, amit ma a főpolgármester úr tett, az legalább 2 hetet késett. Karácsony Gergely szerint a koronavírus járvány miatt sok a nyitott kérdés az iskola kezdés kapcsán is, de bíznak benne, hogy például az M0-as autóút Hárosi hídjának ismételt megnyitása csökkenti majd a terhelést a belvárosban.